Aki felnőttként is őrzi gyermeki énjét, az nem gyermetek, hanem szabad. Mert a gyermek egykori, álmaiba vetett hite a felnőtt vágyakat bevonja a valóság erős burkával, és minden elérhetőnek tűnik. A gyermeki lehetőségek végtelenje találkozik a felnőtt kor reményeivel, és a lélek e különös vegyülete a vágyak múló pillanataiból oly maradó nyomot hagy a szürkelétben, amelyből új valóság sarjadhat.